lesz dolga a köztársasági választási bizottságnak, hiszen több mint 11 ezer aláírás hitelességét kell ellenőriznie. Pásztor Bálint szerint a VMS a választások után is a mostanihoz hasonló következetes politikát szándékozik folytatni. A legfontosabb számunkra a Vajdaság autonómiája, természetesen a magyar ügyek is továbbra is a Vajdasági Magyar Szövetség politizálásának a homlokterében fognak állni. Ezen kívül azt szeretnénk, hogyha az állapotok ebben az országban normalizálódnának, ha végre az alkotmányosságot tiszteletben tartanák, a jogbiztonság olyan szinten lenne, ami méltó egy civilizált európai országhoz, és mindez azt eredményezné, hogy megjelennének a külföldi befektetők, új munkahelyeket lehetne létrehozni. A VMS abban reménykedik, hogy sikerül megtartania, illetve megerősítenie a pozícióit a választásokat követően is. Bíznak abban is, hogy legalább 100 000 szavazónak a bizalmát sikerül megszerezni, mondta Pásztor István. Nagyon sok új név van. Mi igyekeztünk úgy összeállítani a listát, mivel az első alkalom, amikor a választások utáni mozgástér a listán beszűkül, tehát most kell meghatározni, hogy milyen sorrendben kerülnek be a potenciális képviselők a parlamentbe. Úgy határoztuk meg a sorrendet, hogy az egész vajdasági terület képviseltesse önmagát. Ha a választási bizottság hitelesíti az átadott dokumentumokat, a VMS a szavazólapokon a 9. helyen szerepel majd.